Sziasztok! Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy milyen helyzetben vagy most, és hogy mi segít a legjobban számodra. Ó, hát itt most egy darab kiesett, de itt van egyetlen egy lap. Itt egy nagyon hosszú sztori van mögötte, amiben, ha jól látom, azért van szerelem, valamilyen fejlődés. Igen, itt szinte biztos, hogy van szerelem, ami összeomlott, de nagyon örültél sok mindennek, úgyhogy, de sokszor eleged van. Ezért majd egy részletes vetésnek a témája lenne, de az egyetlen lap, amit kiesett, az nem más, mint hogy a fejjel lefelé jött ki, ez a botok ötöse fejjel lefelé. Ez az a helyzet, amiben vagy. A botok ötös állt az akaraterőnket, jellemzi az önvédelmi mechanizmusainkat, a képességeinket, amivel megküzdünk egy bizonyos helyzetben. Lényegében az, hogy ismerjük a gyenge pontjainkat és a küzdőtársainknak az erejét, tehát hogy ez egy ilyen belső önvédelmi mechanizmus, amit te nem tudsz most működtetni, hiszen fejjel lefelé jön. Tehát, hogy mintha nem tudnád ezt felhasználni, ezt az erőt, ezt a tudást, ezt a képességet, ezt az erőt magadban, hanem hogy hagyod, hogy történjenek a dolgok, így megadtad magad a történetnek, így elengedted ezt az egészet. Tehát egy kicsit így ilyen megadás ez a történetnek, ami alapvetően nem baj, viszont így ebben a formában nem fog előre vinni. Ugyanis a botok ötös arra tanít minket, hogy hogyan hozhatjuk ki magunkból és másokból is a legjobbat, és ezáltal a közjavát is és az önmagunk javát is a legjobban szolgálva. Tehát egy olyan versenyhelyzetben vagyunk, ahol most fejlődési lehetőséget kaptunk, és azzal, hogy te ezt blokkolod, lényegében ezt a fejlődési lehetőséget hárítod, egy túlélő üzemmódba kapcsoltál, azt mondtad, hogy jó, most akármi lesz, ezt most kibírjuk, fog összeszorítva, és akkor utána majd meglátjuk. Hát igazából pont, hogy bele kéne menned ebben a helyzetbe sokkal jobban, és igazából azért, tehát, hogy vannak olyan lapok, amikor jó az, hogy az ember egy kicsit lelassított, megállt, háttérbe szorult, megadta magát a történeteknek. Itt most pont az lenne a lényeg, hogy használnod kellene az önvédelmi mechanizmusaidat, nem kellene ennyire háttérbe szorulnod. És ugye a másik része az az, hogy vigyáznunk kell ennél, hogy ne csapjon át abban, hogy annyira versenyzünk, hogy csak a győzni akarás vezéreljen minket, de most jelen pillanatban ezek szerint nem ez a domináns érzelmed, úgyhogy ez egyben a pillanatban nem veszélyezted, de tudd azt, hogyha nagyon felszívod magad, akkor lehet egy ilyen elferdülés ennek a dolognak, hogy na, akkor most már minden eszköz bevetve győzni fogok, és hát a minden eszköz az általában nem túl jó eszközök használata is. Ne bántsunk meg csak valakit csak azért, hogy mi jobbak legyünk, vagy egyáltalán ne tegyünk tönkre egy kapcsolatot, vagy egy embernek egy bizonyos életszakaszát, hogy nekünk jó legyen, de tartsuk be a játékszabályokat, de bízunk a saját képességeinkben, és próbáljunk meg nem csalással győzni ebben a helyzetben. Úgyhogy jelen pillanatban ennek a helyzetnek a feladása a kulcs, hogy ezt old fel magadban, ezt a gátat. Nézzük, mi segít a legjobban ebben a helyzetben ahhoz, hogy te ezt megtedd. Ami legjobban segít, az pedig nem más, mint az, hogy vágj bele. Ez igazából egy biztató lap, egy pozitív visszajelzés, hogy az imáid meghallgattattak. Itt az idő, az ötleteid isteni sugarra születtek meg, és hogy nagyon jó úton jársz, és ezen az úton, hogyha tovább haladsz, és becsületesen csinálod a dolgodat, akkor sikeres végeredményt
vagy sikeres végeredményt fogsz tapasztalni. Tehát egy pozitív végkifejletről bíztatnak, bátorítanak az angyalaid. Úgyhogy jó úton jársz, kövess tovább ezt az utat, és ez nagyon messzire fog téged vinni, ahogy a kártya is mondja. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, legközelebb találkozunk, szia!